Kedves nézőink, a következőkben egy, az Ajkai Randevú elnevezésű programsorozatról szóló megbeszéléssel látogathatnak el velünk. Idén augusztusban nem nyári fesztivál került be a program kínálatban, hanem egy Ajkai Randevú elnevezésű rendezvénysorozat. Mi adta az ötletet, és mi ez a rendezvény? Hát az ötletet az adta, hogy újítani szeretnénk. A rendezvény meg arról szólna, hogy volt ez a 800 éves városrészi rendezvénysorozat, ami nagyon jól sikerült, és azt gondoltuk, hogy valamilyen szinten folytatni kell. És az idén augusztus 20-a egy háromnapos ünnep lesz, ugye csütörtökön a hagyományos augusztus 20-ai ünnepségek lesznek, és 21-22-én pedig valami más szerettünk volna, ez pedig a városrészeknek a találkozója vagy a randevúja lenne. Ennek a szervezésével megbíztuk a Pannon Várszínházat, akikkel egyébként közszolgáltatási szerződésünk van egész évre, számos kulturális együttműködési rendezvényünk van, és ők lennének ennek a szervezője. A városrészek készülnének, ebbe a két napba bemutatkozna minden városrész valahogy. Itt inkább a megmutatkozás és az embereknek a összehozása lenne a cél, nem versenyszerűen menne, és egyes városrész is bemutatná magát is, a kínálatot is, tehát összejönnének a városrészek, összejönne Ajka városa, tehát ez egy nagyszabású kulturális rendezvény lenne. Ennek a kulturális szakmai részét erősítené, hogy a Pannon Várszínháztól minden városrészben lenne egy mentor, segítenének ezeknek a programoknak az összeállításába. Olyan nagyszerű volt és olyan nagy élményt okozott az a civil összefogás, amiben egy-egy település rész meg tudta magát mutatni, a történelmét és jelenét is, hogy úgy láttuk, hogy érdemes lenne ezt egymás után következő két napban megvalósítani, hogy senki ne essen ki a lehetőségből és az élményből, férjünk el, és hát ugye erre a főtér az nagyszerű helyszín lenne augusztus 21-én és 22-én, ahol a városrészek egymás mellett egyszerre mutatkozhatnának be, vendégül láthatnának különböző finomságaikkal, kultúrtörténeti értékeikkel, esetleg kis műsorszámaikkal az ajkaiak összességét. Hogyan kell elképzelni a két nap eseményeit, hogyan zajlanak majd itt a főtéren? Délután 4-kor kezdenénk, tekintve, hogy nyár van, és hát olyankor még a kora délután még lehet, hogy a strandolásé. Délután 4 órakor mindkét nap egy-egy gyermekprogramot ad a Pannon Várszínház, mást-mást mind a két napon. Az első napon egy gyermekvarázs színű zenés gyermekeknek szóló családi programot, a második napon pedig a Szépek Szépe című zenés mesejátékot, ami megint úgy azt tudom mondani, hogy a szülőket éppen úgy szórakoztatni fogja majd, mint a gyerekeket, és utána következne olyan 5 óra magasságában ez a bizonyos vendéglátás, ahol kinyílnak a bódék, kipakolják a különböző városrészek süteményeiket, boraikat, pálinkáikat, lecsóikat, és azokat a tárgyakat és azokat a kultúrtörténeti értékeiket, amikben önmagukat meg tudják fogalmazni. Majd este 8-kor mind a két nap egy nagyszerű koncert lesz, először 21-én a Dr. Grog együttes, Gazdag Tibor frontemberségével, a második napon pedig egy országos hírű együttes, a Vadfruttik fognak egy koncertet adni, és ezzel zárul. A település része képviselőivel most zajlott itt a Városházán az egyeztetés. Mennyire voltak lelkesek a résztvevők, hogy egy újabb rendezvénysorozaton bemutatkozhatnak? Én úgy gondolom, hogy meghallgatásra talált ez. Már csak azért is, mert a színházunk mindegyik település résznek egy-egy mentor biztosított fiatal színészek, akik már tapasztaltak és képesek arra, hogy szakmai tanácsokkal, személyes szereplésükkel, ötleteikkel gazdagítsák a városrészi ötleteket.